comes the, y'all don't really want it like. So I keep big bills up in my heart on the 30 like blood. So I got no twist in my head, but I'm still dreadful. And I got plenty of bread, so I go to bed full. I'm in it to win it, to win it, I'm all in. I might call you my cuz, young blood, but we ain't kidding. You think of jumping, man, you best think again. The dirty, I'm the type of man that might go broke on revenge. Had some not so nice friends, kick the dough off the hinge. Take the dough off your bins, pop up my phone and your friends, man. Mama claims she want a soldier, not the type he in the tank, but in that Rover. Man, please, I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like. Sportosat. Híradónk vendége az előbb látott testépítő, Kökény Béla, aki a WB PF budapesti világbajnokságán a plusz 100 kilóban ezüstérmes lett. Gratulálok. Sziasztok, köszönöm szépen. Elégedve vagy az ezüstéremmel? Vagy kicsit bánt, hogy nem sok híja volt a aranyéremnek? Hát szerettem volna megnyerni, megmondom őszintén a kategóriát. Nagyon készültem erre a versenyre, de sajnos egy annyira erős mezőnyt fogtam ki. Hát végül sajnos mindenhol kifoghat az ember erős mezőnyt. Az ezüstöt sikerült. Ez mit jelent, hogy erős mezőny? Sokan voltak? Tizen voltunk a kategóriában, de három iráni versenyzőt kifogtam, és az irániak az utóbbi 2-3 évben annyira felfejlődtek, hogy bárhol elindulnak, szinte viszik az aranyat. De itt azért a végén nagyon kevés volt szerintem a különbség, akárhogy is elsülhetett volna. Mind múlott? Lehet ezt tudni? Ugye egy pontozásos, tehát szubjektív, ugye? Igen, ez nagyon szubjektív. Tehát ezért kérdezem, hogy lehet egyáltalán tudni, hogy mind múlott? Hát sokszor azon múlik, hogy a bírók mit pontoznak. Szimetria, szárazság, mélység, izomtömeg. Itt valószínűleg a szárazság irányába mentek el. Én még nem voltam teljesen 100%-os formában. Úgy gondolom, a szimmetriát és az izomtömeget én vittem. Az iráni srác viszont az izomérettséggel, az izommélységgel, meg a szárazsággal volt előrébb. Úgyhogy itt valószínű azt pontozták, így ő vitte el az aranyat. És mi történt? Miért nem sikerült teljesen leszárad? Még nincs vége a szezonnak. Aha, tehát még jönnek az. Még van egy kis tartalék, igen. Ha jól tudom, szintén Budapesten lettél abszolút Európa-bajnok, ugye? Igen, 2011 tavaszán. Ez az érem, ez hová kerül a porcodon? Mert ugye hát egy másik szervezetnél is voltál világbajnok. Hová kerül ez az ezüstérem? Hát ez ugyanazon a serlegen van. Az abszolút Európa-bajnoki serlegem a legnagyobb. Uh-huh. A tetején van egy izmos póz, van egy ember, és a kislányom, van egy 4,5 éves kislányom, ő gyűjtögeti az érmeket, az mind az övé, és arra akaszgatja rá mindig, úgyhogy az összes érmem azon a kupán van. Hogyan tovább? Hát lesz még egy verseny idén, egy másik szövetségnél. Arra nagyon bízok benne, hogy már készen leszek, azt szeretném elhozni. Azután decemberben pihenő, eszek, edzés kimaradt teljesen. Várom, hogy kiéhezzek újra az edzésre, a súlyzók használatára, és majd januárban újra kezdem a felkészülést tavaszra. Igaz az, hogy kérdéses volt, hogy itt a budapesti világbajnokságon melyik kategóriába fogsz indulni, és ez egy húzás volt, hogy végül is nem a mínusz, hanem a plusz 100 kg-ba indultál?
Tehát ez valóban egy játék is volt, sakkozás volt, hogy most hol induljál? A csapattársam indult a mínusz 100-ba. Molnár Péter, ugye? Így van. Sajnos ő is ezüstérmes lett. És hogy mi azért ne ütközzünk. Bíztunk benne, hogy mind a ketten ott leszünk az abszolútban, és akkor ott majd megmérettetjük magunkat, de egyikünk se került be. Na, végül is úgy sikerült nekem 103,1 kilóval mérlegelnem, hogy a mérlegelés csütörtökön volt, a verseny pedig vasárnap. És akkor még azért volt rajtam víz is. A versenyen olyan 98-9 kiló lehettem. Uh-huh. Úgyhogy... Az érdekes, hogy más sportágnál megvan a mérlegelés, és akkor mindenki újra ehet, ihat. Nálatok meg azért még nem így van. Nálunk a víz csökken. Igen. Szinte nullára, utolsó két napban nulla. Hát én úgy csináltam, hogy vasárnap volt a verseny, és péntek 2 órától én abszolút nem ittam. És ott kezdődik el a szénhidrát töltés, akkor naponta 1 kiló szénhidrátot eszünk meg, én legalábbis, rizsből meg zappehelyből, és akkor úgy feltöltődnek az izmok, kerekek lesznek, telt, nagyobbnak tűnnek. Egyébként mekkora bicepszet, ha már itt tartunk? Hát tömegnövelésnél, a mostani tömegnövelésnél 58 centit mértem bedurranva. Uh-huh. Úgyhogy mondjuk nekem a bicepszem pont a legerősebb részem. Akkor jót kérdeztem. Igen, így szálkáson is 55-56 felé van, az nem nagyon szokott lecsökkenni. Ez külön arra, akkor is gyúrsz, amikor éppen nem lenne edzésterve benne? Nem, érdekes, hogy arra, ha alig edzek, az akkor is megmarad. Az adottság akkor? Így van, én nekem inkább a végtagjaim az erősebbek, a comb és a karizom. Uh-huh. Amivel többet kellett szenvednem, az a törzs izmai, a váll, mell, hát. Hogyha fogyok, akkor nekem egyből a mellem. Na, a mellemre használtam annyi súlyzót már, mint egy hidralika. Azt kellett nagyon gyilkolni ahhoz, hogy azért legyen akkora mérete, amekkora most. Értem. Profinak nem akarsz elmenni. Mert ugye régen ugye az volt amatőröknél, ugye testépítőknél ezerrel tomboltak, aztán utána irány a profizmus. Azt nem mondanám, hogy nem akarok elmenni profinak. A profizmus az már teljesen egy... az teljesen a testépítésről szól. Nyugaton, Amerikában főképp, aki profi, IFBB Pro, igen, az már teljesen a testépítésből él. Na nekünk ez Magyarországon, ez még nagyon gyerekcipőbe jár, itt még ez nem adatik meg, hogy mi nekiálljunk, és akkor csak a gyúrás, csak a testépítés, csak a minőségi kaja. Uh-huh. Ugye ez nagyon-nagyon magas pénzbe felmegy, és itt Magyarországon minket még nem szponzorálnak. Uh-huh. Nekem van szponzorom a SciTech Nutrition. De akkor magyarul akkor pénzkérdés. Így van, pénzkérdés. Tehát, mert táplálékkiegészítőt kapunk, pénzt viszont még két ember tudok, vagy talán háromat, aki kap egy kis pénzt, de ahhoz, de hát az nem kicsit kellene, és folyamatosan, ahhoz, hogy profiként fölmész a színpadra, akkor ne fütyüljenek, hanem tapsoljanak. Így van, ahhoz, hogy helytálljunk az amerikai profik mellett, ahhoz azért komoly. Ez egy más kávéhez teljesen. Teljesen, sajnos. És akkor így egy ilyen amatőr testépítőnek, aki világbajnokságokon ugye abszolútban ott van, érmes, dobogós, megelégszik ezzel, hogy ő amatőr és kész? Nem elégszünk meg, mert azért próbálkozunk tovább lépni, csak bízunk benne, hogy egyszer sikerül. Mert én azt mondom, hogy itt Magyarországon nagyon sok jó genetikával rendelkező srác van, nagyon sok fanatikus van, mert tényleg néhányan csak ennek próbálunk élni, és küzdünk az álmainkért, kőkeményen edzünk naponta kétszer is, de... Amint már mondtam, de csak erre jó, hogy amatőr, úgymond az amatőrök között. Amatőrök között a legjobbak, én azt mondom, hogy a magyar versenyzők szinte a legjobbak. Most az irániak tényleg nagyon feljöttek, de eddig magasan Magyarország volt. Miért lettél testépítő? Hát
pici fiú voltam, én ugye, hát még most is alacsony vagyok. Aztán talán a nővéremnek volt egy párja, aki testépítő volt már abban az időben is, hordta nekem az újságokat. Kiskölyökként néztem, még Dorian Yates volt akkor a Mr. Olympia, és nagyon megtetszettek az izmos emberek, és már akkor eldöntöttem, hogy én alig várom, hogy súlyzót foghassak a kezembe, és izmos legyek. Aztán 15 évesen kezdtem el a testépítést. Addig semmi sport? De 7 éves korom óta sportoltam, birkóztam, boxoltam, kickboxoztam, ami épp a suliba található sportág volt, azt csináltam. És azután, ahogy felkerültem a középiskolába, akkor az egyik osztálytársammal elmentünk egy közelbe található konditerembe, azóta már az meg is szűnt, és akkor elkezdtük. És azóta én nem is hagytam abba, már most 15 éve. És egyszer se volt, hogy kész abba hagyod? Ezt nem csinálod? Nem. Ez nem fehér embernek való? Nem. A versenyzéssel már volt úgy, hogy elgondolkoztam, hogy most minek csinálom, de magát a sportot azt imádom. Azt én úgy gondolom, hogy ameddig élek, én ezt csinálni fogom. Igen, igazából itt a versenyzésem a probléma. Gondolom, én nagyon sok emberrel beszéltem, ugye azért aki nem próbált, az nem tudja, mi az, hogy két napig, másik napig nem inni vizet, meg egyáltalán, amikor ihat is, csak keveset. Vannak emberek, akik egész éjszakában aludni nem tudnak, már szárazságtól, a szomjúságtól, tehát ez, igen. Tehát ez egy kegyetlen harc, és tulajdonképpen ezzel még nem nyersz meg semmit, hogy szenvedsz, és mert hogy szomjas vagy. Aki legjobban szenved, az nyer általában. De hát ugye van ennek egy ilyen árnyoldala. Micsoda? Hát ez, hogy szenvedni kell. Ja, hát és nem attól, mert hogy most mázsákat kell megmozdítani. Nem, az edzés az a jó része. Így van. Az az élvezet. Így van. A diéta a rosszabbik fele, de aki nem tud diétázni, vagy nem akarja ezt elérni, én mindenkinek azt mondom, hogy ne is kezdjen bele a versenyzésbe, edzen, csinálja, az egy nagyon jó dolog, ahogy nőnek az izmaink, ahogy bedurranak az izmok, az nagyon jó érzés, de aki szenvedve csinálja végig a versenydiétát, akkor fölösleges, mert hogyha ezt nem élvezi, akkor tényleg csak meg fogja kínozni magát. Erre születni kell? Születni meg akarni valószínű. De hát ugye az nagyon kell akarni, de úgy kezdve, hogy valóban nagyon akarja ezt. Tehát kell egyfajta olyan erős belső készítés, hogy ezt el tudja viselni. Az biztos egyébként. Ez elég emberpróbáló, igen. Ez az oldala. Aztán még ugye jön itt a genetika, minden ahhoz, hogy így mondjuk egy VB-n a top 3-ba bekerüljön, vagy a top 5-be az ember, ott már azért nagyon sokat számít a genetika, meg a hosszú évek alatt összeszedett munka. Mi magyarok genetikailag milyenek vagyunk? Szerintem nagyon jók. Jók vagyunk? Igen. Jók lehetünk akkor? Igen. Tehát csak pénz kérdése, és akkor profi között is akkor ott lehetnek akkor. Biztos vagyok benne, hogy mert voltak azért profi testépítőink. Igen, most van 2. Tehát azért... Igen, és ők jók. Ők elég jól meg is állják a helyüket. Ott már van egy kis szponzoráció. És akkor ezért, aha. De ők is letették az asztalra azt, ami kell. Nagyon-nagyon sokat küzdöttek ők azért, hogy ott lehetnek most, ahol vannak. Minden tiszteltem az övéké egyébként. Milyen volt ez a WBPF világbajnokság? Ez egy nagyon jól megszervezett verseny volt. Nagyon-nagyon sok nemzet itt volt. Én élveztem. Mondjuk a végén nagyon, nagyon kidőltem. A szabadpózom után még hánytam is. Még azt mondják, hogy te elképesztően jól pózolsz. Szakemberek ezt mondják. Igen, nem is a pózzal volt problémám. Lement a kötelező, ott 4-szer vagy 5-ször kihívtak össze, az összes összehasonlításból benne voltam. Na, nagyon elfáradtam, az izomzatom az megfájdult nagyon, ugye kevés ásványi anyag volt benne minden, és ezt feszíteni folyamatosan megterhelő volt. Jött egy kis pihenő, aztán nagy nehezen töltöttem, egy kicsit ettem.
És az már nem kellett volna. Nem kellett volna, értem. Aha. És jött a szabadpóz, amit láthattunk az előbb, de azt nem a, az egy fellépés volt, az nem a versenyformában volt. És ott hátul a backstage-ben, ahogy onnan lejöttem, akkor ki is hánytam ezt. Kicsit lettél, igen. Igen, ez kijött. Mekkora rangja ennek a WWPF világbajnokságnak? Hát én úgy gondolom, hogy aki ezt a versenyt megnyeri, akár a kategóriát is, vagy akár a top 3, már van keresni valója bármilyen másik versenyen. Uh-huh. Nagyon kinőtte magát. Akkor ez egy jó mérvadó akkor, hogy hol tart az adott versenyző, igen, ugye? Igen, az biztos. Nagyon erős ázsiai versenyzők jönnek. Én nem is gondoltam, hogy Ázsiában ilyen erős a testépítés. És nagyon komoly meglepetést okoztak az ottani fiúk. Uh-huh. Na, akkor színes. Igen. Végül is az egész, igen. Minden. Bél, és akkor most mi lesz veled? Plusz 100, mínusz 100 kiló? Hát én úgy gondolom, hogy nekem teljesen mindegy. Ha jön egy kis izom, az azt jelenti, hogy plusz 100. Igen. De mivel a felkészülésem most, amint mondtam, decemberben megáll, uh-huh. januárban újraindítom, de tömegnövelés nélkül, uh-huh. így valószínű, hogy ezen a szinten fogok maradni, esetleg sűrűbb, keményebb izomzattal, jobb minőséggel szeretnék tavasszal színpadra állni. Úgyhogy szerintem marad a mínusz 100. És akkor a csapattársaddal együtt? Egy kategóriában? Vagy ő más versenyekre megy? Nem tudom, hogy most ő mit tervez. Ha találkozunk, találkozunk, ha nem, nem. De azt hiszem, ő most kiadja a tavaszt. Hagytál már ki te is versenyszezont? Igen, most tavasszal én pihentem. Sérülés miatt, vagy elfáradtál? Tavaly volt egy ilyen kis allergiás betegségem, ami miatt abba hagytam a versenyfelkészülést, és akkor megbeszéltük az edzőmmel, meg aki segít a felkészülést, Kokovai Andor, gondolom, igen, mondhatom. Igen, az edző, így van. Az ő csapatába versenyzek, hogy akkor most kihagyjuk a tavaszt, és akkor egy nagyobb izomtömeggel felállunk most ősszel. Ez úgy gondolom azért össze is jött. És akkor, hogyha ezen sikerül még egy picit javítani tavasszal, akkor jó, megint nagyon jó, erős kis versenyeken fogok indulni. Mióta vagy Kokovai versenyzője? Tavaly nyár óta. Bejött jó? Igen, én nagyon megszerettem, nagyon normális hozzám. Úgy gondolom, jó, megértjük egymást, és remélem még sokáig. Gondolom, amilyen szinten vagy ott, már nem kell nyüstölni, hogy csináld ezt, mit csináld azt. Tehát itt már teljesen más, egy edző, meg egy versenyző közötti kapcsolat, ugye? Így van, így van. Esetleg egy apró tanács, hogyha valahol megakadok, mert ilyenkor azért diéta alatt az ember sok butaságot is képes elkövetni, és akkor felhívom, hogy hát szerinted... kell ez, kell az, csináljam ezt, csináljam azt, és akkor ő megmondja józan fejjel, aki épp nem diétázik, meg az nagyon nagy rutinja, tapasztalata van, hogy na most ezt inkább már ne, vagy épp igen. Igen. És akkor ennyi is, akkor mész is. Így van, ilyen kis apró dolgokon múlik itt már. Van családod? Vagy igen. Is árult, hogy ugye van egy 4,5 éves kislányod. Így van, így van. Hát akkor ő belőle nem lesz testépítő. Hát ő azt mondta, hogy ő világbajnok lesz. Hát tudom, hogy a hölgyeknél is, tehát ez nem zárja ki, csak hát... Nagyon hiperaktív. Majd most szeretnénk beiratni, táncolni. Uh-huh. Azt ő is szeretné, úgyhogy jó lenne, hogy kicsit levezetni az energiáját, mert minket simán kifáraszt. Uh-huh. Nem bírunk vele. Mit csinálsz egyébként, ha nem a edzőteremben vagy? Van valami hobbid? Hát a hobbim nincs. Inkább elmegyünk étterembe a párommal, vagy moziba, oda szeretünk járni. De már most a párom is nagyon rászokott az edzésre, ő is eljár oda, változott is sokat. Úgyhogy végül is ennyi. Kislányunkat elvisszük ide-oda. Akkor végül is akkor minden, azt lehet mondani, az edzőterem körül forog, mozog?
Hát most egy ideje, igen. Hány éves egy Béla? Pont a VB-n múltam 31. Na, és tényletesen. Köszönöm. Meddig lehet ezt csinálni? Profiknál tudom, hogy 40 évesen is van, aki színpadra áll, tehát... A Masters az 40 évtől kezdődik. Így van. Addig én úgy gondolom, hogy csinálni fogom. Itt most szeretném. A budapesti világbajnokságon is voltak itt. Volt még 67 jó, éves van. Versenyző is. Így van. Egy magyar úr 65 évesen lett második ezüstérmes. Nagyon ügyes volt ő is. El tudod te ezt képzelni magadra, hogy majd 60 évesen akár azt az éves kurzójál is? Oda azért már kellenek szerintem ízületek, addigra ki kéne mindent cserélni magamon. De edzeni fogok, az biztos. Én úgy gondolom, jó, meg, más, meg edzetni fiatalokat, azt megint csak szeretnék de már átadni. De versenyre készülni, az már egy másik kategória. Nem tudni, mit hoz a jövő, de egyelőre azt mondom, hogy ez a 38-40 éves korig, addig mindenképp szeretném csinálni. Például az iráni ellenfeleim, akik a legjobbak, a legérettebb izomzattal, akik rendelkeztek, ők mind ilyen 38-9 évesek voltak. Uh-huh. Ott már annyira szép érett az izomzat, uh-huh. sűrű, hogy na, az nagyon jól néz ki színpadon. Lehet, hogy buta naív kérdés, nézd el. Ugye testről beszélünk, az egészségről. Mennyire éltek, mennyire kell sportszerűen élni? Lehet-e dohányozni, alkoholt? Ezek mind mennyire befolyásolnák esetleg az eredményt? Ismerek olyat, aki cigizik és versenyzik. Én nem dohányzom. Már 2 éve nem ittam egy kortyot se. Reggel szoktam inni egy kávét, annyi, de engem már nem vonzanak ezek a dolgok. De ezek egyébként kihathatnak? Hát az alkohol biztos. Az alkohol biztos. Az alkohol az fehérjebontó hatású, úgyhogy mindenképpen akkor a ráadásul fölösleges kalória. Akik versenyszerűen csinálják, akkor azok teljesen sportszerűen hát verseny szezon alatt alkoholt semmiképp nem érdemes fogyasztani. Fölösleges kalória, bevitel, meg csak elnyomja az embert, nem semmiképpen. A cigaretta, az nem tudom. Én nekem volt régen egy edzőm, ő is versenyzett, 25 éve edzett már akkor is, és rendszeresen dohányzott. Uh-huh. Úgyhogy azt nem tudom mondani, hogy árt a dohányzás, de biztos nem segít. Értem. Úgyhogy. Van kedvenc testépítőd, akire most már lehet, hogy nem, akire még korábban hasonlítani szerettél volna? Ugye nagyon sok mondja, Schwarzenegger miatt kezdtek el ugye lejárni az edzőtermekbe. Nem tudom, hogy nálad volt-e példakép. Schwarzeneggeren nőttünk fel, természetes dolog, hogy az összes filmjét láttam, az összes könyvét olvastam. Schwarzenegger az egy legenda, egyértelmű. Azután, ahogy elkezdtem jobban foglalkozni a testépítésre, akkor Sean Ray, Kevin Levron, Ronnie Coleman, ők voltak azok, akik nagyon tetszettek, gyönyörű nagy izomzattal rendelkeztek. Aztán most végülis, amióta én is versenyzem, azóta nincs különösebb kedvenc. Van olyan fiatal, akinek éppen te vagy a példaképe? Hát sokan mondják, az viszont jól szokott esni. Sokan írják Facebookon, és nagyon sokan kérnek tanácsot, bár versenyfelkészüléskor ez nem jó. Persze. De akkor megkeresnek, és akkor igen, van, igen, akinél igen, akkor igen. Te vagy az első számú, akire hasonlítani szeretnének. Igen, hál' Istennek. Ez jó akad. Akkor, nem? Ez egy fajta lökést ad, akkor jó úton jársz. Ez nagyon sokszor. Mondjuk megyünk egy plázába, és oda jönnek egy fotóra, vagy egy edzőterembe meghívnak edzésbemutató, vagy ilyesmi, és közös kép, meg minden. Ez mind nagyon nagy motivációt ad a jövőre. Ez jól esik. Olyankor mindig azt mondom, hogy na ezért megéri. Akkor zárásként akár záró mondatnak sem rossz, hogy akkor Magyarországon kedvelik a testépítőket? Milyen a megítéltetésük? Egyre népszerűbb a testépítés. Nagyon-nagyon sokan. A foci után talán már a testépítés az, amit a legtöbben csinálnak itt Magyarországon.
akár hobbi szinten, akár olyan szinten, hogy, hogy egyszer majd versenyezzenek. Igen. És igen, én azt mondom, hogy most már egyre jobban szeretnek minket. Most már nem ítélik úgy el, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Úgyhogy igen, én szeretek testépítő lenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.